Sziasztok gyerekek, én Lelej vagyok, és ebben a videóban egy Jetpack Joyride-dal készültem nektek, és picit hangosabban fogok most beszélni, mivel az előző videókból tapasztalva a hangom az eléggé nudli volt, de amúgy semmi probléma. Ezt a Jetpack Joyride-dal készültem nektek, ugye? És én ezt a Jetpack Joyride-ot egyik barátomtól, a Cornéltól vettem. Neki is van csatornája, a Killecorn 1978. Szerintem nagyon jó a csatorna, nézzétek meg! Na de menjünk! Szóval, a játékról igazából a legelején annyit, hogy ez egy ilyen jackpackes játék, amit látjátok. Amúgy ennyit tudok róla, meg most amúgy van benne ez az update, ez a szemes update, majd nem úgy, hanem sem az a nagy robot, majd talán meg tudom nektek mutatni, hogyha eljutok odáig. És az a lényeg, hogy minél tovább jussunk, ez kicsit olyan, mint a Subway Surf, csak teljesen, tehát ugyanaz a lényege, csak annyi, hogy teljesen más jelleggel, meg ilyenekkel. Aztán, na ez amúgy annyi, hogy anyád, ilyenem még nem volt ez a játékos, ez. De mondjuk a Killecorn 1978-nál, ugye a Cornélnál láttam, hogy ez hogy játszik, mindegy. Képzeljétek el, hogy ugye nekem volt iPhone-om, arra le akartam tölteni a Fortnite-ot, és képzeljétek el, hogy kiírta, hogy az eszköz nem kompatibilis, amikor már letöltöttem, és a Play Store-ban kiírta, hogy az eszköz kompatibilis az eszközzel, amikor, és beléptem a játékba, és érted, kiírta, hogy az eszköz nem kompatibilis az eszközzel, amikor, és érted, kiírta, hogy iPhone 7, 7 plusz, 8, 10, meg ilyeneken érhető el csak egyenlőre. Ez nagyon nagy ízéság volt, na mindegy. Anyádat, reklám, ne! Te hülye gyökér, menj már innen! Istenem! Fú, de utálom az ilyen reklámokat. Na, spinneljünk egyet. Egyébként gyerekek, írjátok meg, hogy milyen videó legyen, és majd már tervezem a típusos videó harmadik részét is, és tényleg szerintem jó lesz egyébként, mert most direkt kicsit hosszabb kiadással, de lesz ez a típusos videó. Most összeírogattam, hogy mik lenne jók, mik, amik még nem voltak esetleg, de viszont ma nem biztos, hogy meg tudom amúgy csinálni a Pixi Bázis rendberakás a második részt, ugyanis megint tiszta leveles lett amúgy konkrétan ott, mivel nem csinálta meg a második nap, mivel tanulni kellett. Aztán igazából annyi volt a lényege, hogy megpróbáltam, ezt nem vettem fel videóra, hogy kitisztítom azt, ami visszahullott az a levélbe, és lehullott megint. Az nagyjából sikerült, most még nem tudom, hogy néz ki, tehát majd, hogyha én is bemegyek, akkor én is úgy, tehát első reakciómat fogjátok látni erre a pixibázisra. És azt is tervezem amúgy, hogy az egyik pixi taggal akarom megcsinálni a második részét ennek a játéknak, vagy ennek a videósorozatomnak. Úgyhogy, ja. Úgyhogy lehet, hogy a Gerix28, amelyik ő most beteg volt, szóval nála az nem is volt videó, múltkor beszéltem vele. Vagy lehet, hogy a másik pixi taggal, a Virággal, ugye az unokatestvéremmel, vagy a Bogival, vagy a Sanyival, a Somival mármint, ugye a szomszédunkkal. Nem tudom, majd kitalálom, majd még szervezkednem is kéne, ugye, mert az, hogy én ráérek, az nem jelenti azt, hogy ők is például ráérnek. Na, semmi probléma. És képzeljétek el egyébként, hogy a tabletem, nekem ugye a tabletem egy Huawei MediaPad T1, már nagyon régi. És képzeljétek el, állandóan kifagy, azt csinálja, ez mi? Na ne! Oh my god! Gyerekik! Ez rohadt menő! De ez nem izé. Szóval az, hogy mi állandóan kifogunk, nagyon rég, és már annyira nem is szeretem őszintén, ugyanis állandóan kifagy, kilép random a izéból, a játékokból, illetve a YouTube-ból, random beadja a Google-nek azt a hangalapú cuciát, és rohadt idegesítő tud lenni néha, hogy így nézek egy videót például, és akkor random kidobja, és amikor majd 5 éve nem volt a Androidnak, vagyis hát a Huawei MediaPad T-nek a tabletemre,
a frissítés, tehát ilyen szoftver frissítés. Közben megvan a szem, gyerekek, ugyanis itt lesz a robot. Na, erről beszéltem, ez az a robot, ez az a szem. Azt amúgy még annyira nem vázolom, hogy hogyan kell. Aha, jó, megvan, hogy kell irányítani. És ilyenkor jönni fognak ezek a rakéták, ott is van egy, és akkor ezt ki kéne, hogy védekezzem. Egy. Felhúzom, úgy, kettő. Most egyszerre jön három, csessze meg a lószar. Ne, egyet bekaptunk, ajaj. Mennyi jön? Azt a mindenit. Kivédtem. De á, gyerekek, hát... Ember legyen a talpán, aki ezt így kivédekezi amúgy. De á, gyerekek, hát... De ezt hogy védekezzem már ki, de úgy őszintén, gyerekek, szerintetek? Minden, megyünk tovább a Jackkel. Jackpack Joyride-os karakterünkkel. Azt a mindenit, ez mi már megint. Ez egy agyszülemény szerintem, ez a játék. De amúgy nagyon szeretem, és ugyebár Killecorn 1978-tól, 8-tól vettem ezt a játékot, ő mutatta meg nekem, de már harmadszorra mondtam el a nevét ebben a videóban. Most mi van? Jézusom. Amúgy szerintem nev best van, ki is írta, hogy legjobb izém, de most megnyomunk egy szívet, és újrakezdjük úgymond a játékot. Kem 4-esben vagyok. Remélem, így átérek a kemötösbe. Igen, így átérünk a kemötösbe, gyerekek, itt már nagyon... Ne! Ucsó szívem volt. Itt már meghalok, itt már nincs. Tovább. Azt a... Ja, itt az a nagyon rossz lesz. De... Gyerekek. De most komolyan, itt már nagyon nehéz ez a játék. De ne reklám... De anyádat már, hát már megint... De persze! De menj már el innen! Menjél már el innen, te gyökér! Hát de nézd már meg! Hát mit csinálsz? Fú, te menj már innen! Menj már! Te nem lehet rányomni az X-re, meg majd a YouTube le fogja tiltani a tökömet ezekbe a buzerátor reklámokba. Mert megint kaphatom az e-mailt, hogy az izé YouTube letiltotta a videódat. Aztán csezd meg magadat, nem? Ezek a hülye reklámok, hallod? Tökömet már. Kikapcsolom a wifi-t a szarba. Na mi van? Kapunk valamit, gyerekek, hány perce veszem? 8 perce veszem. Oké, 5-7 startot kaptunk. Oké. Na, itt ott van egy ajándék. Hát később majd esetleg. Na, nézzük meg ezt a Power Ups-ot. Nem akarom ezt inkább. Jackpacket nézzük meg, gyerekek. 3000-en van. Ne szívass már. Amúgy a Killecorn 1978. Jaj, itt van a Teddy Jackpack. Ez nagyon menő. Ilyet van, én is akarok. Milyenkor nem lövi szét alattam az androidizékat, meg a sima embereket, hanem szívecskéket áraszt. Na de ez a videó ennyi lett volna. Ha tetszett, dobjatok rá egy lájkot, iratkozzatok fel. Én Lelej voltam. Sziasztok!